És akkor folytatta tovább a műsorunkat. Menjünk el a várba föl, és a mesterségek ünnepén. Riporterünk Kis Ágnes. Piros kancsó, piros bor, mindjárt rám kerül a sor, iszom a bortot, elem a babában, őt szeretem, nem az én. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A mesterségek ünnepét már 33. alkalommal rendezik meg fönt a budai várban. Ez egy olyan esemény, amire kézművesek érkeznek, hogy bemutassák mesterségbeli tudásukat, illetve portékáikat. Minden évben jönnek külföldről is, és van egy fő meghívott, az idén ez Japán. Van egy központi tematika is, ebben az évben ez a lábbeli. Nos, én készítettem egy összeállítást erről az eseményről, és lábbeliről csak egyszer lesz benne szó, de cserébe egy kis képet kaphatunk abból a gazdagságból, bőségből, ami itt van nekünk a Kárpát-medencében, s ami a miénk magyaroké. Hallgassák szeretettel és figyelemmel! Előttem Tarjányiné Csatári Márta, és a Tarjányi név esetleg ismerős lehet, hiszen ők késekkel foglalkoznak hány generáció óta? 7. generáció, 1826 óta. Milyen kések? Az első, amit megláttam itt, az a halasbicska, és mondtad, hogy ez a... Légy jó, mint halálékban is benne van. Na, akkor mi tudhatunk erről a halasbicskáról? Hát ez az egyetlen egy Magyarországon született bicska, amihez a nép legendát fűzött. És ugye a legenda az úgy szól, hogy Szegedet 1879-ben elöntötte az árvíz. Ebben az időben Magyarország kormánybiztosa Tisza Lajos volt, és őt küldték le Szegedre, hogy a helyreállítási munkálatokat irányítsa. Az ő agyába pattant ki a szikra, és kereste meg az ország akkor leghíresebb késesét, Sziráky uramat, a mestert, hogy az árvíz emlékére, Szeged tiszteletére ugyan találjon ki egy bicskaformát. Hát mi más lehetne, mint egy vízben úszó csillámló hal? A legenda az így szól. A valóság annyi, tényleg Tisza Lajos ötlete nyomán született meg a bicska, és tényleg Sziráky mester készítette először, hát de az árvíz előtt 20 évvel megszületett ez a bicska. De azért jól összemosodott így a két történet. Így van, és 1890-ben, Párizsban, amikor a világkiállítás volt, és Munkácsi Mihály is bemutatta a Krisztus Pilátus előtt című festményét, a mester ezzel a bicskájával külön díjat nyert. Itt ül velem szemben Adrási Mihály Karcagról, aki fafaragó és mézes kalács készítő. Hogyan össze ez a kettő? 1988-ban kezdtük el a mézes kalács készítést, idestóval 31 éve. Hát, hogy hogyan össze a kettő? Elkezdtem mézes kalács ütőfákat faragni, utána egyre nagyobb rutint szereztem ebbe, és elkezdtem bútorokat is faragni, és hát ezeket zsűriztettem. Aztán, ugye, mint fafaragó vettem részt pályázatokon, díjakat nyertem, van királyzsiga díjam, van hagyományőrző díjam, vannak külön díjaim, számtalan oklevél, sok kiállításon vettem részt. Tegnap avattunk fel egy kunkaput Karcagon, amit én készítettem. Kunkapu. Egy kunkapu. Hát Székely kapuról szoktunk hallani, de kunkapuról milyen van, az a kunkapu? Van, kedvesem, kunkapu is. Na hát a kunkapu geometriai alakzatok vannak közötte, ilyen rozmaringág, ami keresztül fut három tulipánon. Lehet ezt életfának is mondani. Van egy napszimbólum, egy holdszimbólum. Ugye, mivel kunok vagyunk, van nekünk egy állatunk, egy kétfarkú oroszlán, kun szimbólumunk. Azt belefaragtam az egyik oldalába, a másik oldalába egy évszámot. És dióhéjban ennyit. Kovács Attilával fogok beszélgetni, aki cipészmester, de olyan cipészmester, aki csizmákat is csinál. Ezt nekem itt elmagyarázta, hogy mi a különbség a kettő között. Szóval mi a különbség?
Hát a különbség elsősorban annyi, hogy egy csizma az ugyanaz, mint egy félcipő, csak szára van. De ez nem ilyen egyszerű. Tehát azért a csizma készítés az egy teljesen más szakma is volt, mint valamikor a név is mutatta, hogy csizmadia. Az egy ősi mesterség, az 1450-es évektől a magyarok mindig is csizmában jártak. A cipő az az 1900-as évek elejétől lett hagyomány Magyarországon is, és onnantól kezdve lett cipészmesterség is itt Magyarországon is. Ez gyakorlatilag csak a 20. század. Így van, csak a 20. századból. Minden becsületes embernek valamikor volt két csizmája, volt egy ünnepi, és volt egy olyan, amivel a ház körüli munkákat végezte. És egy ilyen csizma az 30 évig tartott, vagy még ez talán így van. Generációt is kiszolgált. Hogy ezek az emberek tudták, hogy hogyan kell tárolni, és hogyan kell ápolni. Ma már az emberek elfelejtették, hogy a cipőket ápolni is kell. Azt tudom, hogy ön egy híres neves cipészmester, mert hogy díjakat is nyert. Erről mondana pár szót? Hát én egy harmadik generációs mester vagyok, nálunk ez hagyomány a családban, és édesapám sok éven keresztül próbált engem agitálni, hogy menjek el Németországba, hiszen ott van egy nagyon rangos esemény 3 évente, és egyszer 2004-ben elkísértem, amikor ő a nevezett 4 cipőjével 4 aranyérmet ért el, és akkor megérintett engem is ennek a versenyzésnek a szele, és következő versenyben már én is elindultam, és 2010-től talán mondhatom azt, hogy a legeredményesebb versenyzője vagyok ennek a mezőnynek, mert a legjobb eredményt értem el itt ezeken a versenyen. Na, hát akkor gratulálunk, és köszönöm. Továbbra is vigye a hírét a magyar cipészmesterségnek a világba. Velem szemben ül Berecné Lázár Nóra, aki hímes tojásfestő, és van nekik egy egyesületük is. Mi ez az egyesület, mit csináltok? Így van, ez egy rendkívüli egyesület, hiszen 2014-ben itt alakult a Mesterségek ünnepén a Tojásdíszítők Egyesülete, és a Kárpát-medencében található minden tojásdíszítési technikát összefogunk alkotónként, tehát a viaszot hagyományos kesicével vajolló tojássírást alkalmazzuk, vannak tojáskarcolóink, vannak felvidéki patkolóink, vannak dunántúli rátéteseink. A patkolás az felvidéki? Így van. Van Dunakanyarban élő alkotónk, aki rendkívül különleges szalmarátétes tojásdészítést alkalmaz, és hogy ne felejtsük ki a modernebb technikákat is. Van drótosunk, van áttört, azsúrozó tojásdíszítőnk, és hát teljesen a hagyományostól az iparművészeti munkáig mindenki megtalálható. Ami a különlegességünk, hogy összefogjuk ugye a hazai és határon túli alkotókat, az egyetlen nemzetközi szakmai fórum vagyunk, és azon túl, hogy bemutatkozunk a hazai rendezvényeken, tanulmányutakra, megyünk mindenfelé a Kárpát-medencébe, és a tengeren túlra is. Mert oda is elviszitek a magyar tojásokat. Így van, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diaszporába élő magyarok is megismerjék, vagy áthathassák a kint élő gyerekeknek a húsvéti ünnepi népszokásokat. Hát akkor csak hajrát. Igen. Nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket, beadtuk az UNESCO szellemi kulturális örökség listára, felterjesztettük a Kárpát-medence tojásdíszítését. Hát szurkolok nektek, hogy ez sikerüljön. Nagyon köszönjük, és ha szabad üzenni, akárhol élünk a nagyvilágba, ne hagyjuk elveszni a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szokásainkat. Mindenben segítünk, interneten elérhetők vagyunk, és ha szeretnék újra tanulni, vagy a gyermekeiknek átadni, vagy esetleg lélekben megélni a magyar húsvéti ünnepkört, akkor mindenben segítünk. A Mesterségek ünnepén Tüskés Tündével találkozom, és ő elmondja, hogy kicsoda, és akkor természetesen majd arról beszélgetünk, amit ők csinálnak. Igen, tulajdonképpen két minőségemben is beszélgethetnénk. Egyrészt a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesületnek vagyok az elnöke, másrészt viszont szalmafonó vagyok, népiparművész. Most ugyan itt az Egyesületnek a lakásműhelyében beszélgetünk,
Ez azért lakásműhely, mert a Pest-Budai Egyesületnek a tagjai, körülbelül 50-en vagyunk, mind Budapesten, illetve Budapest környékén laknak, vagyis panelházakba, bérházakba, egyikünk másikunk házba, de a tipikus az az, hogy nincsenek műhelyeink. És arra gondoltunk, hogy mi most itt megmutatjuk a nagy közönségnek, hogy milyen az, amikor valaki népművészetet szeretne művelni panellakásba, vagy egy olyan helyen, ahol csak az étkező asztalra tud kipakolni, és utána, amikor enni akarnak, akkor össze kell szedni, és más tevékenység kap helyet. Ezért lett lakásműhely a műhelyünknek a neve. Mondtad, hogy szalmafonó is vagy. Igen. Az mit jelent? Miket fonsz szalmából? Alapvetően kultikus tárgyakat, tehát például az aratáshoz kapcsolódó régi aratókoszorúkat, illetve tüsökboronát, esőcsigát készítek. A hagyományos, igen. Igen. És még mihez? Tehát mit lehet mondani? Egy ilyen tipikusan igen, a más, nincsen, hogy mi a más jellegű tárgyak, amik a modern inspirációra születnek, készítek belőle ékszert is, vagy kereszteket, esküvői ajándékot, szívet, életfát, tehát ami egy kicsit tovább gondolása ennek a hagyományos szalmafonásnak. Velem szemben ül Hotyek Zita Kádár. Na most ez a kettő, ez hogy jön össze? Tehát a Zitából kitaláltuk, hogy ő egy nő, és a Kádár az pedig hordókészítő. Tehát, hogy hordókészítő hölgy, ez meg hogy létezik? Hogy lettél te Kádár? Hát ez úgy jött össze, hogy ugye ebben nőttem fel az öcsém, és én mi a negyedik generáció vagyunk a családban, aki ezzel foglalkozik. Még volt szerencsénk látni nagyapánkat, ahogy hordót készített, illetve édesapánk ezzel foglalkozik. Te hová valósi vagy pontosan? Én Erdőbénye. És akkor Erdőbényén milyen hordókészítési hagyomány van? Mert mondtad, hogy te már negyedik generáció vagy. Ugye azt tudni kell, hogy a Zempléni tölgy, ugye Erdőbény a Zemplénben van, és a Zempléni tölgy az egyik legjobb anyaga a boros hordóknak, és ugye ezáltal ott Zemplénben sok volt, akár főként nem tudom miért, Erdőbényére települtek be nagyon sokan. Régen volt egy ilyen mondás, hogy Erdőbényén, ha kocsmába eldobtunk egy botot, az vagy kőfaragót, vagy kádárt talált. Ugye ez volt a két fő szakma a faluba. És hova viszik a hordóidat? Készítünk ugye belföldre, illetve nagyon sok pálinkás hordót készítünk eperfából felvidékre. Németországba dolgozunk, Dániába dolgozunk. Hát akkor köszönöm szépen! Ez nagyon érdekes volt, női kádárt még soha nem láttam élőben. Filip Erzsébettel beszélgetek, aki széki, és ugye itt ül egy standon, ahol mindenféle szép széki szőttesek, ruhák, hímzések vannak, úgyhogy először azt kérdezném, hogy mikkel jöttetek ide a mesterségek ünnepére. Én úgy vagyok mester, hogy én beleszülettem a népművészetbe, mint széki, széknek szülöttje. És akkor elvégeztem 2 éves hímzőtanfolyamot Békés Csabán, és akkor Marosvásárhelyre jártam egy népi egyetemre, és akkor így vagyok igazából mester. És akkor te hímezni szoktál? Igen, hímezni, meg szőtteseim is vannak. Megviseletkészítéssel is foglalkozom. Igazából szalmakalapokat készítettem, mert miután Szamosújvárra költöztünk, egy szalmakalap részlegen dolgoztam hivatalosan, és utána meg egyedül folytattam tovább. És akkor most beszélgessünk egy kicsit székről magáról, hogy széknek olyan híre van egész Kárpát-medence szerte, hogy ez valamiért egy különleges település. Miért? Hát a mezőségnek az égköve, így szokták mondani szék. Nekem meg a szívem csücske. Szerintem mi a különlegessége széknek szerinted? Hát a különlegessége az, hogy egy valamikor városi rangban volt, tehát a sóványájairól volt híres. Tehát Pozsonnyal, Nagyváraddal volt, tehát az 1700-as évekig. A mesterségek ünnepén találkoztam Szatmári Ferenccel, aki a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség elnöke. Igen. És őt a szövetség tevékenységéről szeretném kérdezni. Mikor alakult ez a szövetség? A szövetség 1995. októberében alakult Erdélybe, Alsó-Csernátonban.
És hány tagja van? Ezt gondolom, hogy különböző egyesületeknek az Ernyőszövetsége. Így van, mintegy 20 tagszervezet tartozik az Ernyőszövetséghez, és ennek több mint 500, közel 600 beiratkozó tagja van, de Erdélyben a kézműveseket, a tárgyi népművészeket én személy szerint úgy 5000-re becsülöm. Abból 500 él valamilyen mértékben szervezeti életet, és ennek körülbelül fele aktív most is az 500 egy néhánynak. Ez elég szép számnak tűnik. Milyen kézműves foglalkozásokat űznek ezek az emberek, milyen ágai vannak a tevékenységüknek? Igen, hát a kezdetektől fogva leginkább a hagyományos népművészeti ágazatokat alakítottuk meg. Fafaragás, csuhéfonás, himzés, butorfestés, kerámia. A későbbiekben pedig a sors úgy hozta, hogy tárgyi népművészet is szépen lassan megy el a dísztárgyak irányába, mivel a falu közösségek már nem élnek úgy annyira olyan hagyományos életet, és nem annyira használják. De ugye megmarad, sőt, virágzik a nép viselet. Így van. És mit tud ez az Ernyőszövetség tenni a tagokért? Hogy működnek? Most új reményekkel keltünk a napokban, amikor bejelentették, hogy Kolozsváron megalakult az Erdély Hagyományok Háza. Na. Aminek a célja a bartoki modell szerint kárpát-medencei népek tárgyi kultúrájával kíván foglalkozni. Természetesen, ugye, tehát ez már régi gondolat, régi vágy, hogy szóval, hogy ez ne kirakat legyen. Úgy gondoltuk, hogy a népi kézművességet mi eszmei értékként fogjuk fel, hogy ez igazából tárgyi anyanyelvünk. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy Feri, tudják-e az emberek, hogy milyen hatalmas kincs van a markukban? Remélem, hogy a Hagyományok Háza is segítségünkre lesz, hogy ezt a közös célt megvalósítsuk, hogy felébreszteni az emberekbe ezt a vágyat, ezt a tudatot, hogy hát mi végül is székelyek vagyunk, és meg tudunk mutatni valami olyasmit a világnak, ami máshol nincsen, amit csodálnak. Na hát ezek nagyon szép gondolatok. Igen, és kívánok önöknek nagyon sok sikert ahhoz, hogy ezt el is érjék. Tudatosodjon bennünk, hogy mi mit is jelentünk, és főleg, hogy amit tulajdonképpen évszázadokon keresztül, mert az történt, hogy valaki elkezdte, aztán valaki még ügyesebben csinálta, és hogyha ezt nem folytatjuk, az a tudás, ami benne van abban a tárgyban, az elfelejtődik. Az kihúl a mi értékrendünkből, ezt nem kellene hagyjuk. Reméljük, hogy sikerül. Hát így legyen. Úgyhogy köszönöm szépen. Ugye mondtam, hogy gazdagok vagyunk. És ez csak egy töredéke volt az egésznek. Úgyhogy aki csak teheti, járjon a mesterségek ünnepére, amikor csak tud. És kezdjen el kézműveskedni, mert sok öröm és sok gazdagság forrása az. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek! Kedves hallgatom a Túrtopalára FM 88,5-es hullámaszát hallgatott. Kis Ágnest hallottuk a mesterséges megsérségek ünnepén. De jó lett volna, ha mi is ott vagyunk. De nem baj, majd valamikor összehozzuk ezt.